Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha ma velem tartanak az aszcendensben, legelőször is megtudjuk, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő egy évre, és természetesen azt is, hogy mit ígérnek a következő néhány hétre. Kiderül, hogy milyenek a vízöntők, Mazák Katalintól ismét kapunk szépségápolási tanácsokat, azt is megtudjuk, hogy milyen babonák népszokások kötődnek az évezen időszakához, valamint fluorgégészeten jártunk, hogy kiderüljön, mit tehetünk a megfázás, influenza ellen, de természetes gyógymód is választottunk önöknek hozzá. Most azok figyeljenek, akik arra kíváncsiak, hogy mit ígér az elkövetkezendő egy év a különböző csillagjegyeknek, de aztán az is kiderül, hogy ha közelebbre tekintünk, akkor a következő hetek mit hoznak nekünk. Azután rögtön azt is megtudjuk, hogy a vízöntők milyenek. Kos, nézzen jobban körül, vegye észre, több lehetőség van ön körül, mint amennyit eddig látott. Bika, mindig lelkesedik, aztán hamar kiderül, hogy nem volt annyi alapja, mint amennyit gondolt bele. Mostanában érdemesebb lenne körültekintőbben átgondolni, amibe teszi az energiáját. Ikrek, sokszor felkapja a vizet, talán gyakran indokolatlanul is. Legyen türelmesebb, és főleg kezelje diplomatikusabban konfliktusait. Rák. Hiszi vagy sem, ez az ön ideje lehet, ha kellő türelemmel tud várni néhány napot, és nem sürgeti a végkifejletet. Oroszlán. Lenne mivel eltöltse az időt, ráadásul hasznosan. Ne bosszankodásra fordítsa energiáját, hanem a jó lehetőségek kiaknázására. Szűz. Minden lehetséges, sőt, az ellenkezője is. Merjen kockáztatni, és jól fog kijönni belőle. Törekvései célba érnek. Mérleg. Minden esetben számoljon el 40-ig, mielőtt kifakadna és kiabálni kezdene. Most sokkal hatásosabb a diplomáciai érzékét kamatoztatnia. Skorpió. Jönnek a lehetőségek. Éljen vele. Számtalan kisebb-nagyobb probléma tud így megoldódni. Nyilas. A lustálkodás ideje lejárt. Vegyen lendületet és húzzon bele. Készüljön fel viszont, hogy minden másképpen fog alakulni, mielőtt a szél egyenesbe fordulna. Bak. Lehet, hogy sokkal csendesebb időszakot él meg, de mégis nagyon eredményes lesz. Sokkal kisebb energiával nagyobb sikereket könyvelhet el. Vízöntő. Sok feszültséget hordoz magában, még mindig nincs megoldva több konfliktusa. Ideje lenne a tettek mezejére lépni. Halak. Nagyon közel érzi magát a kimerüléshez. Megerőltető évvégi hajrát tudhat maga mögött. Most nyugodtan pihenhet már, a körülmények teljesen alkalmasak a feltöltődésre. Tehát a bak után a vízöntő következik. A vízöntő, úgy gondolom, hogy ha egyszer föltalálják a négykerekű esernyőt, ami almareszellőnek és kölyömreszellőnek egyaránt jó lesz, akkor azt vízöntő fogja megtenni. Nevetünk rajta, mert a korember, ez már a vízöntőkor. Mindent feltalál, a szerencsés esetben önmagát leginkább, az a jó benne. Nevetni kell néhány vízöntőn, mert a zsenik áldása és átka benne van a legtöbbjükben. De valójában azért a számítógépet, az űrhajót ugyanazoknak a vízöntőknek köszönhetjük, akiket kinevetünk. Társas lények, társasági lények, fontos nekik a barátság, a támogatás, mindig keresi a lehetőséget. Emberszerető. Nagyon emberszerető típus, segít, de inkább közösségen, mint egyes emberen. Egyébként azt hiszem, hogy az, hogy nem anyagias, az megint egy fontos tulajdonsága a vízöntőnek. Azt szoktam mondani, hogy közülük kerül ki a legtöbb halhatatlan, aki valójában egyébként élhetetlen volt. Tehát a pénz nem igazán hajszolja a vízöntőket. Dr. Pál István mindig segít nekünk, hogy legalább elfben őrizhessük nagyanyáink szokásait, babonáit. Most kiderül, hogy ebben az időszakban mire figyeljünk, mit tehetünk, mi mit jósol meg.
új év, régi népszokások. Mire figyeljünk az évnek ebben az időszakában, hogy helyesen cselekedjünk a babona szerint is, illetve megtartsuk a szokásokat? Igen, egészen január 6-áig vízkeresztig jutottunk el az elmúlt adás sorozatban. Most folytassuk azzal, hogy mi várható a januári időszakban. A egyik jeles dátum január 22-e vincenapja, ami bár a mi vidékünkön nem jelentős a szőlőművelés, mégis a szőlős gazdáknak, a bornak az ünnepe és Vince a védőszentje. Ilyenkor a szőlős gazdák már eleve felkészülnek arra, hogy egy jót bulizzanak kint a szőlőhegyen vagy a szőlődombon, összebeszélnek, kiviszi a kolbászt, kiviszi a szalonnát a szőlős gazdák között, természetesen csak a férfiak mennek. A bor az mindenütt adódik, és ha messze van a szőlőhegy a falutól, akkor megállnak sorba a pincéknél, és kóstolgatják a jobbnál jobb vagy rosszabbnál rosszabb borokat. A vincenap egyébként a termésre is jósló nap, hiszen ilyenkor a gazdák leszoktak vágni egy szőlőveszőt, vagy több szőlőveszőt, hazaviszik a meleg fűtött szobába, belerakják egy öblös edénybe, és várják, hogy kihajt én, mert ha kihajt, akkor nem fagyok le a szőlőnek a rügye, tehát jó termés várható a következő időszakra. Még január, ami közvetlenül ezután következik, 25-e, ez a pál napja, a pál forduló napja, úgy tartják, hogy ez a tél közepe, ekkortól már várható jobb időnek is a megjelenése, de ha pál fordul köddel, jószágvész döggel, így is mondják, tehát ha olyan időjárás van pál napján, ami kellemetlen az ember számára, akkor az általában dögvészt is hozott az állatokra. Február az már sokszor a farsang, de van még más népszokás is, úgy tudom. Természetes február elején van a gyertyaszentelő napja, február 2-a, ami azért érdekes, mert a szentelt gyertyát nagyon sokféle módon fel szokták volt használni annak idején. Tehát általában a múltról beszélünk, tehát ezek nem feltétlenül élő néphagyományok, legalábbis nem olyan formában élnek, mint az elmúlt évszázadokban. A február 2-án megszentelt gyertyát általában a torokgyíkos gyerekek gyógyítására használták föl, de egyébként arra is nagyon jó szolgálatot tett a hiedelem szerint, hogy a haldoklónak, ha kezébe szentelt gyertyát adtak, akkor megkönnyítette a szenvedését, oldotta a kinnyát. Egyébként az orbáncot is ezzel szokták volt gyógyítani, ezzel a szentelt gyertyával, és ha úgy tartja a népi mondás, hogy ha fénylik gyertya szentelő, tehát süt a nap, az íziket vedd elő, tehát hosszú lesz még a tél. Nem tudom, sokan tudják, különösen városiak, hogy mi az, hogy ízik. Tehát ez a kukoricaszárnak az a része, amit a jószágok, különösen a tehenek vagy marhák már lerágták róla a levelet, élelmiszerként elfogyasztották, és ezzel fűtöttek utána a parasztasszonyok. Ilyenkor szoktuk várni ugye a medvét is, hogy kibújik vagy nem. De hát régen azért sok helyen nem volt medve, akkor ezt hogy oldották meg? Találékony volt a parasztember, hiszen ahol nem volt medve, ott a borzal helyettesítették be, mert az is téli álmot alszik. Különösen Magyarország déli részein, tehát Dél-Magyarországon díjolt az a szokás, illetve az a megfigyelés, hogyha a borz előjött az odújából és meglátta az árnyékát, akkor visszabújt. De ezt általában a medvével ismerjük, de hát a folklór már csak ilyen, hogy az emberek behelyettesíthetik ezeket a dolgokat. Még februárban belefér a következő nap, 3-a, az a Balázs napja, és Szent Balázst a gyerekek védőszentjeként tisztelték, hiszen a torokgyíkos gyereket meggyógyította, ez volt az egyik nagy csoda, ami miatt egyébként szenté is avatták, de egyébként arra is jó volt, a Balázs járást ekkor csinálták az iskolások, a tanítójuk vezetésével végigjárták a falunak a házait, és adományokat gyűjtöttek a tanító számára, hiszen a tanítónak a díjlevelébe, tehát a fizetésébe a pénzbeli javadalmazás mellett a természetbeli javadalmazást is beírták, és ezt úgy kellett összeszednie azoktól a szülőktől, akik a gyerekeiket iskolába járatták. De egyébként február, január farsang ideje is van, és ez azért érdekes, mert az idén rövid a farsangnak az ideje, hiszen január 6-ától, amikor hivatalosan megkezdődik vízkeresztől, február 9-éig húshagyókeddig tart, és ez egy jó hónap,
és aki utána üli meg a farsangját, az már teljesen, hogy mondjam, törvényen kívüli. Tehát nagyon sokan nem foglalkoznak vele egyébként, mert általában a február egészét a farsang időszakának szokták tartani az emberek, és a különböző foglalkozásúak a saját körükben összeülve farsangolnak, és nem hivatalosan naptár szerint meghatározott időszak idején. Akik rendszeres nézőink, tudhatják, hogy Mazák Katalintól folyamatosan hasznos, praktikus ötleteket kapunk a szépségápolás terén. Hát most sem lesz ez másképp. Figyeljük, mit mond nekünk. Miből áll a mai kezelés? Tejjel fogom letisztítani a bőrt, ezt a lemosó tej helyet fogom használni, azt követően pedig uborka levével fogom tonizálni, és utána egy joghurt és kávézac keverékéből összeállított radírral fogom lepilingezni, ezzel előkészítve az utolsó fázisra, a pakolásra a bőrt. A pakoláshoz pedig mézet, túrót, citromlevét és egy pici szőlőlevet fogok használni. A szőlőli az ilyen megvásárolható, iható szőlőli, vagy valami speciálisra van szükség? Hát a fürtös szőlőből veszünk le egy-két szemet, és annak a levét pacsarjuk bele. A tejsav tartalmánál fogva, illetve a magnézium tartalmánál fogva a fagyú termelés normalizálására szolgál, illetve nagyon szépen a felszíni felesleges zsírt el tudjuk vele távolítani. Jótékonyan hat még a kitágult hajszálerekre is. Az uborka leve az pedig egy nagyon jó hidratáló, frissítő, tonizáló hatású, azt azért használom tonik helyett, és azt követően pedig a joghurt kávézac keveréke, a joghurtban található tejsavak, illetve gazdag élőflóra nagyon szépen puhítja, hidratálja a bőrt, míg a kávézac a koffein tartalmánál fogva, illetve a dörzs hatásánál fogva kell nekünk, hogy le tudjam dörzsölni mechanikusan az elhalt hámsejteket a bőrfelszínről, és ezt követően kerül fel a bőrrel majd a pakolás, aminél mézet, túrót, citromlevét használok. A méz az ugye nagyon gazdag ásványi anyagokban, nagyon jó hidratáló, tápláló hatású, illetve antiszeptikus hatású is. A túró az pedig kifejezetten jól táplálja a bőrünket, és a citromleve az pedig nagyon jó tud lenni hámoldásra, illetve hogyha valakinek pigmentfoltjai vannak, enyhe hámoldó hatása következtében egységesebbé tudja tenni a bőrképet, halványítja ezeket a fokozottan pigmentált foltokat. Mennyi ideig kell fenntartani a pakolást az arcunkon? Lehetőleg 15-20 percet maradjon fent ez a pakolás. Egyébként van ennek valami jele, hogy na most már jó? Hát egyrészt ugye szárad is a pakolás az összetevők révén, ahogy várunk, meg hát van, hogy elfogy az időnk is. Értem. Van-e olyan valaki, akinek nem ajánlhatjuk ezt a pakolást? Természetesen itt is figyelni kell, hogy bármely összetevővel szembeni allergia az kizárólag lehet, tehát azt a részösszetevőt hagyjuk el abban az esetben a pakolásból, gondolok itt elsősorban a mézre. Illetve mivel nyers termékekkel dolgozunk, nagyon fontos, hogy csak és kizárólag frissen használhatjuk ezeket a pakolásokat és egyéb összetevőket. Tehát akkor a megmaradt dolgokat ki kell dobni, az alapanyagokat nem tudjuk másra használni? Hát a citromnak a megmaradt részeit még, hogyha esetleg beszíneződött a körmünk, vagy elszínezte valamilyen gyümölcsleve a kezünket, nagyon szépen tudjuk használni. Annyi a feladat csak, hogy a félbevágott citromba kicsit bele karmolunk, és nagyon szépen kifehéríti a köröm alatti szabad szélt, illetve nagyon jól tudja táplálni, ápolni a körömágy bőrét. Illetve nagyon jól tudjuk használni a sarkak és a könyöknek a száraz felületének hámoldására, nagyon klasszul felpuhítja, nagyon jól betáplálja ez a savas citromlé.
Fülorgégész tanácsai következnek, hogy hogyan vészeljük át a megfázásos influenzás időszakot. Itt a megfázásos időszak, hogyha észreveszünk, hogy taknyosak vagyunk, köhögünk, mi a teendő? Az első lépés, hogy valamilyen vitamint kezdjünk el szedni, lehetőleg C-vitamint. Nagyon jók ezek a C-vitaminnal kombinált fájdalomláscsillapító komplexek, amik gyakorlatilag egy felső légúti hurutban 2-3 nap alatt gyönyörűen leviszik a lázat, az összes tünetet csökkentik, és igazándiban nincs is szükség a megfázásokban, illetve a vírusos fertőzésekben antibiotikumra. Nagyon sok ember azt hiszi, hogy rögtön rohanni kell az orvoshoz, és antibiotikumot kell feliratni. A házi praktikák 2-3 nap alatt nagyon sokat tudnak segíteni. Milyen házi praktikák azok, amik ebben a kicsit erőteljesebb időszakban is hathatnak? A bőfolyadék, jó forró tea, vitamin, lázcsillapító, meg az ágy meleg, az nagyon fontos. Hogyha 2-3 nap alatt nem megy le a láz, kifejezetten ízületi panaszok vannak, akkor egyértelmű, hogy vírusfertőzésről van szó. Gyakorlatilag orvosi beavatkozás ellenére is meggyógyul a páciens, minden különösebb beavatkozás nélkül, de kellemetlen. Viszont, hogyha nincsenek ízületi izomfájdalmak, az orváladékozás egyre sűrűbb, sárgás, zöldes színűvé válik, akkor mindenképpen keressék fel a házi orvosukat, mert akkor valószínűleg már arcüreggyulladásuk is van, és egy antibiotikumra akkor már szükség van. Hogyha még maradunk a házi praktikáknál, ugye nagymamáink sokszor mondták, hogy kamillás gőzölés, vagy például nem akarok senkit reklámozni, de van az a gyógyvíz Magyarországon, amit pároloktathatunk. Ezek jót tesznek-e, érdemesen most, vagy ez csak a nagyon enyhe tünetek esetén lehetséges? Gyakorlatilag bármikor jót tesz egy sósvizes inhalálás. A kamillában ugye gyulladáscsökkentők is vannak, tehát felső légúti hurut esetén kifejezetten jót tesz, a csillószörös hengerhám felfrissült tőle, jobban ki tudja a válladékot vezetni, és ezt határozottan javaslom mindenkinek. Különösen, hogyha reket, köhög, akkor a sósvizes inhalálás, vagy bármilyen más sóterápia az nagyon hatásos tud lenni. Nagyon jó sósvizes orsprék vannak, amik nem bántják az ornyák a hátját, akárhányszor lehet az orrba használni, és nagyon szépen kiöblítik az orrüreget. Ebben a megfázásos influenzás időszakban milyen házi praktikákat tudunk elővenni, illetve mi az, amikor még otthon ápolgathatjuk magunkat? Mindenféleképpen a bőfolyadék terápia, tehát a jó forró meleg tea, az ágynyugalom, ez nagyon fontos. Ugye a vitaminokról már beszéltünk, kamillás gőzölés, sósvizes gargarizálás, sósvizes orsprék nagyon hatásosak tudnak lenni, azt naponta többször lehet használni, nem lehet hozzászokni, nagyon jól kiöblíti az orrot. Sósvizes inhalálás az tökéletes, egyébként bármilyen megfázásban és bármilyen időszakban, különösen, hogyha reketté válik az ember, vagy köhögni kezd, sokkal jobban feloldja a váladékot, és jobban ki is jön, úgyhogy ezeket mindenképpen tudnám javasolni. Ennél a sósvizes dolognál milyen arányban kell, hogy keverjük a sót és a vizet? Egy jó liternyi vízhez egy evőkanál sót rakunk, tehát forrásban lévő vízhez, akkor az már elegendő, de lehet szalvuszvizet kapni a patikákban, ami magyar termék és kiváló. És hogyha magát a szalvuszvizet forraljuk, akkor az sokkal hatásosabb. Mi az, amikor el kell mennünk orvoshoz, illetve ez az antibiotikum dolog, van, aki azt mondja, hogy igen, muszáj menni, és a többi, van, aki azt mondja, hogy azért, ha nem muszáj, ne menjünk. Hogyan tudjuk ezt így eldönteni, hogy most akkor már menjünk, ne menjünk? Az orvosok sem antibiotikum pártiak, tehát szeretnénk minél kevesebb antibiotikumot felírni az embereknek, a hiedelemmel ellentétben, hogyha valakinek izomfájdalma van, ízületi fájdalmak vannak a felső légúti huruttal együtt, tehát váladékozik az orra, tüsszög, esetleg láza van, és fájnak az izmai, biztos, hogy vírusfertőzésről van szó, tehát gyakorlatilag teljesen felesleges követelni az antibiotikumot, mert semmi értelme nincs, hiszen a vírus ellen az antibiotikum nem hatásos. Sokkal hatásosabb, hogyha egy lázcsillapító C-vitaminnal együtt vesz be, és pihen egy kicsit, meg folyadékot fogyaszt, mint hogyha bármilyen antibiotikummal tömjük.
Hogyha 2-3 nap alatt ezekkel a praktikákkal nem lesz jobban, az orváladékozása sűrűbb lesz, színeződik, hogyha az izomfájdalom nincsen, akkor biztos, hogy inkább bakteriális felülfertőződésről van szó, olyankor már érdemes felkeresni a házi orvost, és hogyha a házi orvos úgy ítéli meg, akkor a szakorvost, esetleg egy antibiotikum felírására. Mitől tartózkodjunk? Mert néha azt a tanácsot kapjuk, hogy darabosabb ételt tegyünk, mert az letisztítja a váladékot. Van, amikor meg azt, hogy inkább próbáljuk ezt kerülni. Most melyik a jó út? Vagy egyáltalán mi az, amikre még figyeljünk? Amikor fáj az ember torka, akkor semmit nem szeret lenyelni, de a nem túl forró, de meleg folyadékot mindenféleképpen javaslom. Hideget egyáltalán nem, pillanatnyilag csökkentheti a fájdalmat, de hosszú távon nem tesz jót. A nagyon forró, a nagyon hideg, a nagyon csípős és a szénsavas italokat mindenképpen kerülni kell. És én úgy gondolom, hogy a nagyon fűszeres és nagyon csípős ételeket is, az, hogy darabos vagy sem, az egyéni dolog, nem kell pempőt enni azért, mert fáj a torkunk, tény, hogy sokkal kellemesebb. Ennek néhány nap alatt át kell mennie rajtunk, és az a lényeg, hogy gyümölcsleveket, tehát amik savasak, azt sem kell erőltetni, mert az viszont marja a torkunkat. Ha valakinek mandula műtéte van, akkor szoktuk mondani, hogy egyen darabosat, hogy letisztítsa a váladékot, de ez egy mandula gyulladásnál teljesen értelmetlen. Nagyanyáink is gyakran használták a sót, és ugye kaptuk most is tanácsba. Vannak különféle sóterápiás lehetőségek, ahova elmehetünk, üldögélhetünk. Ezek jobb, mint hogyha otthon párologtatjuk, gőzölünk sóban? Mindenképpen jobb. Sokkal hatásosabb, ezek teljesen speciális eljárások. Mi nem tudjuk néhány mikronnyira porlasztani a sót. Tehát, hogy biztosan bejusson a légutakba, az orrmelléküregbe, ehhez speciális eljárások kellenek. Nyilván otthon gyorsan, akkor, amikor mi szeretnénk, meg tudjuk oldani, nyilván hatásos is, de hogyha felkeresünk ilyen intézményeket, akkor rövid idő alatt nagyon hatásos módon tudjuk ezeket a terápiákat alkalmazni. Ha már szóba került a só jótékony hatása, nézzük meg, hogyan is tudjuk ezt egészségünk szolgálatába állítani a modern technika segítségével. Itt a megfázásos időszak. Mit lehet tenni, hogyha valaki szeretné elkerülni a nagyon megfázós, taknyos időszakot, mondjuk szedi a C-vitamint, és az önök terápiája hogyan tud neki segíteni? A legfontosabb az, hogy egy megfázásos időszakban ugye a letapadt nyálkot ő nehéz felköhögnie a betegeknek, valamint ugye ez felelős a gyulladásért. És ugye a terápia ezt oldja fel a szervezetből természetes úton, és nagyon fontos az, hogy egy beiskolázási, valamint óvoda kezdési szezonban a gyermekek nagyon fontos, hogy a közösséget hogy vészelnek át. És a terápia hatása miatt ő nagy valószínűséggel betegség nélkül tudják átvészelni a gyermekek. Elkerülik ezek az alsó-felső légúti problémák őket. Hogyan történik a kezelés? El kell hozni a gyereket, itt marad vele a szülő, vagy a gyerekekkel foglalkozik valaki? 10 éves korig ugye szülőnek bennként lenni. Elérkezik hozzánk, ugye ingyenes kezelés az első. Ugye itt kipróbálják a közeget, megismerik, és amennyiben szimpatikus a dolog, akkor kitöltenek egy kérdőívet, valamint adunk nekik egy olyan lapot, amivel a szakorvoshoz vagy házi orvoshoz el kell menni, és azt kitöltve érkeznek vissza hozzánk. Ez azért fontos, hogyha egy akut gyulladás van a szervezetben, akkor ezt ki tudjuk szűrni az orvosok segítségével, és nem fog belobbanni a szervezet a terápia hatására. Tehát azért vannak ellenjavallatok, amit mindenképp be kell tartani a terápiának. Mi a tapasztalat? Az orvosok hogyan állnak hozzá ehhez az új terápiához? Nagyon komoly szakmai előmunka előzi meg az egészet. Nagyon komoly kutatásorozat folyik az országban ezzel kapcsolatban, és ugye a szakorvosok már nagyon sok fórumon találkoztak, különböző szakmai találkozókon találkoztak van a terápiával, és nagyon-nagyon befogadóak voltak. Amellett, hogy szedünk C-vitamint, és próbáljuk erősíteni az immunrendszerünket, ilyenkor, ha már benne vagyunk a megfázásdiba, előbb menjünk el orvoshoz, és szedjük a gyógyszert, vagy gyógyszer helyett használjuk ezt a terápiát? Ezt mindenki maga dönti el. Semmiképp nem javaslom, hogy hagyják el a gyógyszeres kezelést. Ugye mi egy kiegészítő terápia vagyunk, tehát mindenképp ugye
a gyógyszer megléte mellett kezelődjenek nálunk a betegek. Ő szakorvos itt is a véleményét kikéri majd a beteg a orvosainak, és ugye elmondják, hogy ez hogy lehet együtt szépen, eredményesen használni a terápiát. Tehát ha az orvos gyógyszertérbe kell szedni, ha azt mondja, hogy nem kell gyógyszer, csak vitaminok, akkor... Persze, ezt nem mi döntjük el, mi egy lehetőséget adunk az embereknek, és ők döntik el, hogy melyik mellett maradnak, és melyiket használják. Van-e, akinek nem ajánlott ez a kezelés? Természetesen vannak ugye ellenjavallataink, amivel a szakorvosaink, házi orvosaink tisztában vannak, és ugye ők ennek alapján végzik el majd a vizsgálatokat, és mindenképp ugye erre felhívják majd a figyelmet a betegeknek. Nagyon kevés az, ami igazából itt szóban jöhet, akut gyulladások például, ami miatt nem javasolt a terápiákat használni. Van önöknek kifejezetten olyan szakorvos, akihez elküldik az érdeklődőt, vagy pedig bemegy a kórházba, és ott már a szakorvos megmondja, hogy jöhet önökhöz, vagy nem? A megyében, Nyíregyházán ő nagyon sok partnerorvosunk van, akihez már el lehet menni, akik tudnak a terápiáról. Természetesen ugye folyamatosan építjük ki azt a rendszert, de legpraktikusabb, hogyha már egy olyan orvoshoz mennek a betegeink, akik tudnak mindent ezzel kapcsolatban. Tehát ha valakinek biztos tipp kell, akkor tudnak benne segíteni, van, hogy itt a lista, hozzá ők lehet. Így van, ők felkészültek, mindenről tudnak, és ebben tudnak segíteni a betegeinknek. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi fért mai műsorunkba. Várom önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. A viszontlátásra!